Élő adás közben vonult ki az ATV stúdiójából Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, miután Szigetvári Viktor, az együtt elnöke bújtatott zsidózással vádolta. Németh Szilárd szerint viszont pont Szigetvári zsidózott, majd közölte, nem hajlandó egy asztalnál ülni, ahogy fogalmazott, egy ilyen emberrel. Hasonló eset közel 10 éve nem fordult elő az ATV-ben, akkor Kálmán Olgát hagyta faképnél Pokorni Zoltán. Én ezt lődnek tartom. Még 2006-ban próbált Kálmán Olga kérdezni Pokorni Zoltántól, sikertelenül. Az akkoriban a Fidesz frakciót vezető politikus kivonulását azóta majdnem 400 000-szer nézték meg a YouTube-on. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. És hogyha esetleg fejre tetszene itt állni, vagy bárhol, akkor is lesz népszavazás szeptemberben. Péntek este Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke és Szigetvári Viktor, az együtt elnöke vitatkoztak a menekült kérdésről és a kormány kvóta ellenes népszavazásáról. Ezek a kérdések, ezek a Fidesznek a félelemkeltő kampányának a részei. Az emberek életéről szól, a magyar emberek jövőjéről, a magyar családok jövőjéről. Szigetvári Viktor szerint nem okozna gondot 10-15 000 ember befogadása. Németh Szilárd azonban a terrorveszélyt és nőket erőszakoló migránsokat hozott fel ellenérvként. Ne keltse itt a félelmet. Nem keltek semmiféle félelmet. Orbán Viktornak az a kottája, amelyet Vlagyimir Putyinnal, akivel nagyon sok közös gazdasági érdeke van, arról szól, hogy együtt tudjanak lopni a jövőben is Paksból, a Medből és más gázsémákból, és közben hergeljék a magyarokat a félelembe. Ebben az országban, erről szól a népszavazás. Abszolút erről szól a népszavazás, hiszen joghatája nincsen, az önök képviselője. Hát, szerintem megurult a gyógyszer ma reggel, ha erről szól a népszavazás. Képviselő úr. Egy pontig biztos érdekes volt a nézőknek, de most már állapodjunk meg inkább abban, hogy a maradék 5 percben hagyják egymást végigmondani. Mészáros Antónia hiába próbálkozott, a helyzet tovább romlott. A gondok azután kezdődtek, hogy Németh Szilárd azt mondta, Brüsszelből mindent meg fognak tenni, hogy semmibe vegyék a népszavazást. Mindent bevetnek a előretolt hazai politikusaikat. Mondja csak terroristák, nyugodtan mondja, hogy terrorista vagyok. Az előretolt hazai gazdasági érdekeltségeket, mindent be fognak. És a zsidók is biztos, képviselő úr. Kikérem magamnak ezt. Azért. Én kikérem magamnak. Kik a gazdasági? Én kinek vagyok a gazdasági? Kinek vagyok a gazdasági ügynöke? Kinek most vonja vissza? Dehogy vonom vissza. Kinek a gazdasági érdeke? Ne vicceljen már. Én kinek a gazdasági érdeke? Maga. Álljon. Én. Hát kinek a gazdasági érdekeit képviselem? Ne vicceljünk már, elnök úr. Kinek az ügynöke vagyok? Elnök úr, hogy gondolja ezt? Kinek az ügynöke vagyok, képviselő úr? Hogy gondolja ezt? Kinek az ügynöke vagyok, képviselő úr? Viszontlátásra. Viszontlátásra. Én nem vagyok hajlandó együtt ülni egy ilyen emberrel. Viszontlátásra, képviselő úr. Szigetvári Viktor semmit sem bánt meg. Azt mondta, azt tette, ami a kötelessége. A tegnapi beszélgetés egy kemény beszélgetés volt. Én ugyanabban a stúdióban, ugyanabban a székben tudok normálisan és visszafogottan is beszélni, de a tegnapi ügy, amikor egy népszavazás lesz, az országot akarják tovább vinni a hideg polgárháborúnak a Zsák utcájában, akkor keményen kellett fogalmaznom. Megkérdeztük a Fideszt is. Válaszukban azt írják, elfogadhatatlannak tartjuk és a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy bárki a kényszerbetelepítés elleni népszavazást kihasználva primitív haszonszerzés céljából antiszemita indulatokat gerjesszen. Indulatkeltés helyett az érvek és az ellenérvek ütköztetése vezethet konstruktív vitához, áll tehát a Fidesz közleményében.